Választott témám a fejezetek a helyi jogászság történetéből így hangzik. Hozzáteszem, hogy nem csak történeteket, nem csak eseményeket szeretnék ismertetni, hanem egyfajta arcképcsarnok is, amit majd hallanak tőlem. És az általam említett, általam ismertetett jogász személyiségeken keresztül szeretném bemutatni a helyi jogászság történetét. A helyi jogászság megfogalmazás egy kicsit diffúz, mert elsősorban Miskolc, Borsod vármegye és Zemplén vármegyére koncentráltam, hiszen ezek azok a történelmi területek, ahonnan olyan jogász személyiségek kerültek ki, akikről érdemes beszélni, és elnézést kérek ezen szűkítés miatt, amit én alkalmaztam. Egy 1818-ban kiadott helytörténeti munkában az olvasható, hogy Miskolcon ekkoriban 30 ügyvéd lakott. Egymás iránt táplált barátsággal a népnek jó példát mutatnak arra, hogy a veszekedéseket, alattomosságokat kerülje, mint az ügyek első bírái sok ügyet kiegyenlítenek. Szól a forrás, egy helytörténeti munkáról van szó, amelyben ezt a bizonyos 30 ügyvédet említik. 1818, tehát még a reformkor elején, vagy a reformkor előtt járunk, de a reformkorral szeretném kezdeni. Ki mással is kezdhetném a helyi jogászság történetét, kicsit nagyképűen Kossuth Lajossal kezdem, hiszen Kossuth Lajos Monokon született 1802-ben, mint tudjuk, hosszú élete során az ő karrierje elsősorban az 1848-49-es szabadságharchoz, forradalomhoz és szabadságharchoz kötődik, de ő helyi jogász volt, mégpedig Zemplén vármegyében ügyvédi tevékenységet is folytatott. Az egykori kormányzó 1819-20-as tanévet a Sárospataki Református Kollégiumban töltötte, ahol jogot tanult kövi professzornál. Az iskola elvégzése után hazatért, és előbb apja mellett, aki szintén egyébként ügyvéd volt, később pedig az eperjesi Kardos Samu mellett töltötte egyéves joggyakorlatát. Innen Pestre került, előbb a hétszemélyes, majd a királyi törőtáblánál joggyakornokoskodott, jogi diplomáját 1823. szeptember 26-án kapta meg. Pesten szeretett volna maradni, de végül 1824 őszén visszatért Zemplén megyébe. Ügyvédi oklevelet a Sátoraljaújhelyi megyeházán hirdették ki az ő oklevelét 1824. október 9-én. És 1824 és 32 között ügyvédi gyakorlatot folytatott Zemplén vármegyében. Karrierje gyorsan ívelt felfelé, elsősorban apjának köszönhetően, aki több nemesi családnak is ügyvédje volt, így a fiát is bevonta az ügyintézésbe. Majd utána önállóan is a Sátoraljaújhelyi Evangélikus Egyházközség ügyvédje volt. A források azt írják, hogy 1827-ben már táblabíró, nem tudom, hogy ez valóban így volt-e, lehet, hogy majd erről többet is tudunk, később pedig Sátoraljaújhelyi ügyészeként említik őt. Ebben az időben hivatali munkája mellett történeti kronológiákat írt, fordításokat készített az 1828-as országos összeírásban, amelyben az adózókat vették számba, az adózási aránytalanságok megszüntetése véget, Kossuth a zempléni rész számlavételénél segítkezett. Itt én Kossuth életrajzát meg is szakítanám, hiszen elsősorban az ügyvédi tevékenységére koncentráltam. A reformkor nem kisebb jogász személyisége Szemere Bertalan volt, aki a Borsod vármegyei Vattán született. Szemere Bertalan 1812-ben született Vattán, az első felelős magyar kormány belügyminisztere, majd a második miniszterelnöke az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt. 1820-ban a Sárospataki Református iskolában tanult, innen 1822-ben főként a német nyelv tanulása miatt a Miskolci Evangélikus iskolába helyezték át. Itt 3 évet töltött, majd a Késmárki Líceumba ment, ahol 1827-ig maradt. Sáros Patakra tért vissza, Szemere
és 1832-ben jogász diplomát szerzett, jogi diplomát szerzett. A nyilvános vizsga végén a szokásos nyilvános búcsúvételt ő teljesítette először magyarul. Ezután Borsodban 4 hónapig gyakornok volt, ekkor az országgyűlési ifjúság tagja lett, szabadelvű reformokat támogatott, később, mint a királyi tábla mellett működő jegyző és ügyvéd is dolgozott. 1832-34 között Pozsonyban élt, miután letette az ügyvédi vizsgáit, 1834. szeptemberében visszatért Borsodba, ahol decemberben tiszteletbeli aljegyzőnek választották, amely hivatalát 1836 tavaszáig viselte. Szemere a forradalom leverése után, mint tudjuk róla Szemeréről, hogy 1851-ben távol létében halálra ítélték. 1869. január 18-án hunyt el. A végrendelete értelmében 1871. május 1-én Miskolcra szállították a hamvait, és az avasi templom temetőjében helyezték örök nyugalomra. A következő reformkori és szabadságharcot követő korszak jogász politikusai már szorosabban kötődnek Miskolchoz. Palóci László életét szeretném bemutatni, aki Miskolcon született 1783-ban, az 1848-as országgyűlésben Miskolc képviselője volt, a képviselőház korelnökeként. A református nemesi családban látta meg a napvilágot, 1793-tól 1806-ig a Sárospataki Református Gimnáziumban tanult, Pesten végezte a jogi iskoláit, 1806-ban Borsod vármegye szolgálatába állt, mint tiszti alügyész. 1825-27 között volt először országgyűlési képviselő, javaslatára, tehát Palóci javaslatára vezették be először az országgyűlés jegyzőkönyvének magyar nyelven történő vezetését. A szabadságharc leverése után 1850. március 15-én megtartott tárgyalásán, ő így emlékszik vissza, arra kényszerítették, hogy német nyelven mondja el saját védőbeszédét. 1850. áprilisában először kötél általi halálra ítélték, teljes vagyonelkobzás terhe mellett, majd börtönbüntetésre változtatták. Szabadulása után visszatért szülővárosába, Miskolcra, 1854-ig nem hagyhatta el Miskolcot, ahol visszavonultan élt a református egyház gondnokaként. 1861-ben, nem sokkal halál előtt még ismét ő képviselte Miskolcot az országgyűlésben, ahol megint csak a képviselőház korelnöke volt, szintén az avasi templom temetőjében helyezték örök nyugalomra. Léva Józsefről szeretnék említést tenni a helyi jogásság sorában, aki Sajó-Szentpéteren született 1825-ben. Bár őt elsősorban költőként, műfordítóként és a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként ismerjük, mégis 1847-ben Miskolcon joggyakornok lett, mielőtt Késmárkon jogot tanult, és Miskolcon járt egyébként gimnáziumba. Lévai Szemere Bertalan írnokaként részt vett az 1848-as pozsonyi országgyűlésen. A forradalom alatt végig Szemere mellett maradt, csak Aradon vártak el. 1850. februárjáig szüleinél bujkált, majd Pestre utazott, és álnéven újságíróskodott. Ekkor ismerkedett meg egyébként Arany Jánossal, akivel életre szóló barátságot kötött. 1852-ben Lévai visszatért Miskolcra, és 1860-ig a Református Gimnázium magyar-latin szakos tanára volt, ekkor Borsod vármegye alispánja lett. De a tanítással csak 1865-ben hagyott fel teljesen, amikor is a főispán főjegyzővé nevezte ki. 1895-ben Borsod vármegye alispánja lett újból, majd 1896 elején nyugdíjba vonult, és még hosszú éveket élt meg. 1918-ban halt meg, végakaratának megfelelően a Sajó-Szentpéteri református temetőben szülei mellett helyezték örök nyugalomra. Horváth Lajos a következő személyiség, aki Alsó Zsolcán született, jogász, politikus, Miskolc díszpolgára. Az 1843-44-es országgyűlésben jurátusként vett részt, 1848-tól Szemere Bertalan vezette belügyminisztérium titkára volt. 1849-ben a kormánnyal együtt Debrecenbe költözött, ahol Léva Józseffel együtt szerkesztette a hivatalos közlöny számait. Részt vett a korona
Aradra menekítésében, majd Orsován való elrejtésében. A szabadságharc bukása után másfél évtizedre visszavonult a politikától, ez alatt ügyvédi irodát nyitott Miskolcon és ügyvédi tevékenységet folytatott. 1865-ben Horváth Lajos miskolci képviselőként az országgyűlés tagja, majd egy ideig jegyzője volt. 1873-ban visszatért az országgyűlésbe, és 1873-tól 1896-ig, több mint 20 évig, 23 évig az országgyűlés elismert tagja volt. 1898-ban Ferenc József a főrendi ház tagjának nevezte ki. 1910-ben Miskolc városa díszpolgárába választotta Horváth Lajost, nem mellesleg azért a tevékenységgel, amelyet Miskolc törvényhatósági jogának elnyeréséért végzett. 1911 március 12-én hújt el, és március 15-én az Avasi temetőben temették el. Kicsit visszatérve az ügyvédek helyzetére, 1865-ben a Miskolc ügyvédek száma 37 volt. Emlékeznek, hogy 1818-ban 30-at mondtam. A kettő között az igazság az, hogy nőtt az ügyvédek száma, de éppen a forradalom leverése, forradalom és szabadságharc utáni megtorlások miatt csökkent újból a ügyvédek száma. 1865, egy fontos dátum, majd említem, hogy miért, akkor alakult meg Pesten az első ügyvédszervezet, az ügyvéd egylet. A következő években vidéken sorra jöttek létre az ettől a pesti szervezettől független önálló érdekképviseleti fórumok. A belügyminisztérium jóváhagyásával Miskolcon is megalakult a Miskolci ügyvédegylet. 1869. július 25-én elnöke az előbb említett Horváth Lajos lett, alelnöke Sasi István, titkára Fekete Ödön. Tehát 1869. július 25 ebben az évben ünnepli a Miskolci ügyvédség, a szervezet, a Miskolci ügyvédi szervezet a 150 éves megalakulását. Ebből a szervezetből alakult ki a ügyvédi kamara, mégpedig 1875. február 4-én egy törvény következtében az úgynevezett ügyvédi rendtartásnak nevezett törvény kötelezte az ügyvédeket arra, hogy kamarákat hozzanak létre. Így jött létre 1875-ben a Miskolci ügyvédi kamara. Mári Pál miskolci ügyvéd korelnök vezetésével. A források szerint 262 taggal alakult meg a Miskolci ügyvédi kamara. Ezek döntő többsége azonban az alakuló közülésen nem vett részt. Sajnos most sem, valószínűleg most is ez a hasonló helyzet lenne. Viszont a szavazatát írásban adhatta le, és így választották meg az ügyvédi kamara első választmányát, illetve első elnökét, Répánszky Lajos miskolci ügyvédet, a kamara titkára pedig Bizony Ákos lett. Néhány szót a bíróságokról is, mert nem csak az ügyvédek szervezetei alakultak meg ekkor, hanem az 1871. évi 31. törvénycikk hatályba lépése után Borsod vármegye közgyűlése az első folyamodású bíróságokról döntött. A működésükhöz szükséges ingatlanok biztosítása ugyanis a vármegyék feladata volt. 1871. szeptember 4-én Baj Bertalan első alispán elnökletével tartott ülésükön határozatot hoztak a királyi bíróságok elhelyezése tárgyában. A törvényszék rendelkezésére bocsátották a megyeháza második emeletét, a megyei közigazgatási hatóságot onnan kiköltöztették, a járásbíróság elhelyezésére a minorita rend kolostorába került sor, és a bíróságok végleges elhelyezésüket 1898-99-ben Kis István tervei alapján felépített igazságügyi palotában nyerték el, ahol napjainkban is működnek. Az előbb említettem, hogy az ügyvédi kamara első titkára Bizony Ákos ügyvéd volt. Bizony Ákos Miskolc város országgyűlési képviselő is volt. 1846. novemberében Budapesten született, de tőzsgyökeres miskolci családban született. Apja ügyvéd, majd törvényszéki bíró volt. Iskoláit Miskolcon végezte, egy évig Késmárkon tanult. A jogot Kassán és Eperjesen hallgatta. 1869 végén Budapesten közügyvédi, majd 1870 elején váltó ügyvédi vizsgát tett, egy ideig Miskolcon joggyakornakoskodott, majd 1876-ban ügyvédi irodát nyitott. 1876-tól a Tiszán Inneri Református Egyházkerület ügyésze. Elnöke volt hosszabb ideig a Miskolci Református Főgimnázium igazgatóságának, Borsod megye és Miskolci Városi Bizottság, tehát a helyhatóság tagja volt.
A Miskolci Ügyvédi Kamara elnöke volt bizony Ákos 1902-től 1922-ig. 20 éven át állt a Miskolci Ügyvédi Kamara élén. A Miskolci Takarékpénztár, valamint gőz, téglagyár és színügyi felügyelőbizottság tagja, igazgatósági tagja, a Villamos Vasúti Részvénytársaságnak elnöke, a Városi Rendőri Szakbizottságnak, valamint tagja több jótékony és közhasznú egyletnek. Bizony Ákost 1901-ben Miskolcváros északi kerülete Kossuth-párti programmal választotta meg az országgyűlés tagjává. 1905-ben Tisza István gróf miniszterelnökkel szemben került megválasztásra, tehát legyőzte Tisza Istvánt bizony Ákos Miskolcon. 1906-ban egyhangulag nyerte el a kerület mandátumát. Halála után az ügyvédi kamara bizony Ákos serleget alapított a tiszteletére, amit 1924-ben Glósz Károly kamara akkori elnöke avatott fel. Nevét egyébként ma is a város egy kitüntető díja viseli, bizony Ákos díjjal tüntetik ki a helyi jogászokat. A századforduló ügyvédei szakmai tevékenység ellátása mellett a város szellemi életének minden jelentős területén részt vettek. Az ügyvédek közéleti politikai szereplésének legjelesebb bizonyítéka, hogy 1873-tól az első polgármester választástól kezdve 1901-ig ügyvéd állt a város élén. Tehát közel 20 éven át az első polgármesterek ügyvédek voltak. Név szerint Losonci Farkas Károly és Soltész Nagy Kálmán. Losonci Farkas Károly, jogász, Miskolc első polgármestere, 12 évig állt a város élén. Miskolcon volt ügyvéd 1849-től. A város megbecsült polgára volt, 1867-ben a kiegyezés évében választották meg főbírónak, akkor még így hívták a polgármesteri tisztség elődjét. 1873-ban újabb 6 évre polgármesternek választották. Soltész Nagy Kálmán, királyi tanácsos, ügyvéd, a református egyház jegyzője, a miskolci kaszinó igazgatója, tiszti ügyész, országgyűlési képviselő és Miskolc polgármestere követte őt a polgármesterek sorában. Ezen kívül számos ügyvédet választottak még meg országgyűlési képviselőnek. Az ügyvédek gyakran jeleskedtek az irodalomban, többek között Soltész Nagy Kálmán a Miskolcot elpusztító 1878-as árvízről, Gencsi Samu Miskolcváros jövőjéről, Láng Lajos pedig az Ügyvédszövetség feladatéről jelentetett meg tanulmányt. A Miskolci Ügyvédi Kamarának egy ideig saját lapjaként jelent meg a miskolci jogászélet, de elmondhatjuk, hogy a város napi sajtóját tekintve a II. Világháborúig a legjelentősebb szerepet az ügyvédek vitték, helyi lapokat alapítottak, szerkesztettek, láttak el írásokkal, Miskolc és vidéke, Szabadság, Miskolci Napló, Miskolc a reggel című lapokat alapították. A miskolci szervezetek létrehozásában szintén nem kevesebbet vállaltak magukra a miskolci ügyvédek. A Borsod Miskolci Közművelődési Egyesület többek között az előbb említett Gencsi Samu, az ékes szólású jogász, valamint a Miskolc bölcsének nevezett bizony Ákos, továbbá Horváth Lajos, Petro József, Kazai Mór és Nagy Kálmán szervező munkájának köszönhette létrejöttét, de ügyvédek segítségével alakult meg az első óvoda és sportegyesület is. A következő személyiség, akiről szólnom kell, Szent Pál István, ő is polgármester volt, de hogyhogy nem, ő is jogász volt. Ugocsa vármegyében született, egykori eperjesi diák, jogot Bécsben és Budapesten végezte, 1890-ben került Miskolcra, a Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara titkáraként, Miskolc polgármestereként ő, tehát Szent Pál István fogadta be az Eperjesi Jogakadémiát a városba, a Jogakadémia áttelepülésére 1919. március 10-e és 14-e között került sor. Majd a következő jogászpolgármester Hodobai Sándor volt, aki Eperjesen született, iskoláit is ott végezte, jogi tanulmányát az Evangélikus Jogakadémián kezdte, majd a Kolozsvári Tudományegyetemen fejezte be. Miskolcon az Árvaszéknél dolgozott, később elnök helyettese is volt. 1912-ben választották meg Miskolc főjegyzőinek, majd 1914-ben gazdasági tanácsnoknak. Szent Pál István polgármester helyettese volt, majd őt követte a polgármesteri székben 1922-ben. Hodobai egészen 1935-ig állt Miskolc élén. Akkor egy pénzügyi botrány miatt benyújtotta lemondását és kérte nyugdíjazását. A következő személyiség, akitől
szerettem volna beszélni, de nem akarom elvenni az utánam következő kollégának az előadását, Zsedényi Béla. Ugye Zsedényi Béla azért az én megközelítésében azért is fontos, nem csak azért, mert jogakadémia tanár volt, hanem azért, mert nyugállományba vonulás után ügyvédként működött a városban. Zsedényi Bélának az emlékezetéről szerintem fog beszélni a kollégám. Elég annyit mondani róla, hogy nem véletlen, hogy a nemzet halottjaként újra temették őt a 1990. december 20-án. A 50-es, 60-as évekből nehéz már példaképül állítani jogászokat, meg talán a 70-es években is nehéz helyi jogászságról beszélni. Én ezért az 1956-os forradalomban szerepet vállaló jogászok közül választottam. Akinek az életét beszeretném mutatni, az Hatvani Viktor, aki az Edelényi Munkástanács elnöke volt. 1902-ben született, és 1945 előtt községi jegyzőként dolgozott jogi végzettséggel. Az 1945. évi választásokon kisgazdapárti képviselőjelöltként indult. A választás előtt egy héttel azonban internálták. Politikai nézetei miatt üldözték, 1949-ben a letartóztatás elől emigrált, de Jugoszláviából visszatoloncolták. 1952-ig illegálisan álnéven bujkált az országban, ekkor tiltott határátlépését 5 év börtönbüntetésre ítélték. Az 1956-os forradalom alatt először a Szendrői Munkástanács elnökévé választották, ahol élt, Szendrőben élt, majd ebben a tisztségében az Edelényi Járási Munkástanács elnöke lett, ezért őt a megtorlás életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntette. 1967-ben szabadult, tehát több mint 10 éven keresztül ült börtönben Hatvani Viktor, az Edelényi Munkástanács elnöke. Utána, szabadulása után 2 évvel nyilván megromolt egészségi állapota miatt meghalt, még azt is feljegyezték róla, hogy addig csak segédmunkásként dolgozhatott. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Miskolcon 3 évtized kényszerpihenő után 1981-ben indult újra a jogi oktatás. A Miskolci jogi kar története azonban átvezet bennünket a helyi jogásság jelenébe. Erről majd inkább 100 év múlva beszéljenek mások. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.